Sziasztok! Itt vagyunk egy újabb videóban, amiben összegyűjtöttem pár érdekességet és akár trükknek is nevezhető dolgot, amit nem feltétlen tudtatok eddig, vagy csak éppenséggel nem mindet. Ha tetszik a videó, akkor azt mindenféleképpen jelezd egy feliratkozással, ugyanis ez a legjobb visszajelzés, hogyha szeretnétek még látni ilyen jellegű tartalmat a csatornán. Ha szeretnél több skint egyszerre cserélni egy nagyobb skinre, de unod már, hogy a Steam mindig rengeteget levon az eladásaidból, akkor látogass el a SkinsFox oldalára, ahol egyszerre több tárgyat tudsz egy, de ugyanolyan értékűre cserélni. Link a leírásban. Az első érdekesség, ami hát szerintem nem sokatokkal fordult elő, sőt, mondhatjuk azt, hogy senkivel sem. De ha megpróbálunk úgy nagykevót venni, hogy közben zuhanunk, akkor a pénzünket levonja a játék, viszont nem kapjuk meg a nagykevót, amit vettünk. Ugyanúgy van a kiskevóval is, ugrunk, megvesszük, látjuk, hogy levont 650 dollárt, ám a páncélunk sehol. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokatokat irritál, banánban mindig egy AWP-s. Nos, ezt könnyen ki tudjátok valbengelni, hogyha feljöttök ide ehhez a kisközön található kis erkére, és legugoltok ehhez a virágcserép mellé, majd ha bezúmoltok, akkor észrevehettek egy ilyen hullámszerűséget a függönyön. Célozzatok a legutolsó látható vagy éppenséggel kivehető hullám csúcsára, és azzal egy szintben célozzatok kicsit jobbra egész addig, amíg egy fekete, sötétebb sáv nem kezdődik, majd lőjetek. Itt, amint láthatjátok, elég szépen elkaptuk az ellenséget, és nem is keveset sebeztünk bele. Sokatok gondolhatja most, hogy de Zoli, akkor miért nem a fejét célzod egyből? Nos azért, mert ha kicsit feljebb célzok, akkor, amint láthatjátok, ezt a kis felső kapu részt kapom el, ami megakadályozza, hogy el tudjam találni a fejét, amivel biztos, hogy egyből meghalna. Ám van egy alternatíva, amivel pótolhatjátok ezt a hátrányt, mégpedig vesztek egy magozót, amivel sorozatosan lehet lőni, és három találatból már meg is hal az ellenfelünk. Nagyon sokan lehet észre sem vettétek ezt a kis jelenséget, de erre én is nemrég jöttem rá. Ha meg vagy halva és megfigyeled a jelenlévő játékosoknak a fegyvereit, akkor előfordulhat, hogy egyik fegyver világosabb és vastagabb, mint a másik. Nos, ez azért van, mert ha az adott játékos a földről vette fel vagy droppolták neki a fegyvert, akkor szürkébb lesz, ha pedig saját magának vásárolta meg az adott fegyvert a játékos, akkor pedig világosabb és vastagabb lesz. Erre egyébként van egy remek lejátszás külföldi kommentárral. Did you read, by the way, the Reddit thread the other day as to why certain guns are whiter than others on the overlay? I never knew this either. Okay, go on. It actually means that the gun was dropped over to them. They didn't buy it themselves. So right now, Device is AWP. He bought that. The rest are guns picked up from a previous round or dropped that's over at the start of this. I don't know if you're trolling me again. Like, no, I'm not. No, that's actually true. That's actually, so if I go through right now, if I click Zipix on my screen, he's number three. It's JW's op he's holding. Whereas if I go to Device, wow, it's his op. I didn't actually know that. I didn't know that either. Someone pointed that out. I don't know who it was, but you deserve a massive applause for figuring that out because I didn't even know that. And Valve has explained things that they've done in this overlay to me. Tudtátok, hogyha AWP-ztek és csak simán tartjátok a kezetekbe, akkor egy trükk segítségével tudtok magatoknak működő célkeresztet faragni? Először is győződjetek meg róla, hogy engedélyezve van-e egyáltalán a fejlesztői konzol a játékban, majd nézzétek meg, hogy melyik gombra van állítva, nekem például a vesszőn van, amint láthatjátok. Amint ezzel készen vagytok, meccs közben nyissátok meg a konzolt, pötyögjetek be bármit, jelöljétek azt ki, és húzzátok ki a konzolból, majd simán zárjátok be a konzolt az escape megnyomásával, és mi meglepő, a képernyő közepére került a jelölésünk. Igaz, elég érdekes formájú téglalapszerű célkeresztet kaptunk, de működik. Ha ezt el szeretnénk távolítani, akkor egyszerűen írjatok be bármit a konzolba, majd jelöljétek azt ki, és automatikusan el fog tűnni. Lehet sokatok észrevette már, hogy ha újra töltitek a fegyvereiteket, akkor a régi tárat eldobja az emberünk a földre, viszont azt már szerintem kevesebbetek tudja, hogy ez 15 másodpercig maradott. Tehát ha véletlen egy clash szituációban vagytok és meglátok egy gyanús tárat a földön, akkor ott bizony nemrég ellenség járt, és érdemes kicsit körültekintőbben szaladgálni. Elég gyakran láthatunk CT-ket ezen a helyen fogni A-site-ot, ugyanis ez egy olyan pozíció, ahova nem feltétlen elsőre néznek be a támadó terroristák, ám mégis remekül meg lehet fogni vele a lerakót. Nos, biztos nagyon sokatok tudja, hogy egy csapattársatok segítségével egy egyszerű busztal ide fel lehet kerülni, ám ez egyedül is megoldható. Igaz, hogy egy kicsit rizikós a folyamat, de hogyha úgy nyitjuk ki ezt az ajtót, hogy az a site felé nézzen, persze ehhez be kell menni és bentről kell kinyitni az ajtót, ugye ez benne a rizikósabb rész, akkor arra szépen rá tudunk ugrani,
lenni erről a konténerről egy szép nagy ugrással. Elég nehéz ugrás, de igazából megéri gyakorolni az ilyen ugrást, mert más helyzetekben is jól jöhet. Biztos jól tudjátok, hogy ha véletlen leesik a bomba, akkor azt semmiféleképpen nem lehet onnan elmozdítani, hiába lőjük, gránátot dobunk rá, sehogy nem fog az nekünk onnan elrepülni. Ám mégis van egy lehetőség, hogy megmozgassuk a bombát. Igaz, hogy egy abszolút szükségtelen helyzetben, de legalább megvalósítható. Hogyha ledobjuk a bombát egy ajtó elé úgy, hogy azt elér az ajtó miközben nyílik vagy csukódik, akkor az magával viszi a ledobott bombát, és ennyi. Ja, még egy elég furcsa érdekesség a bombával, hogyha rommá lőjük a bombát, azt felvesszük, majd újra eldobjuk, akkor sehol semmi nyoma annak, hogy mi egyáltalán hozzányúltunk a bombához. Cségó logika. A következő érdekesség Inferno pályán található, pontosabban Pitben, ez a kis rajz a falon, ami egy Gambit versus Immortals meccsről lett megörökítve, ugyanis az egyik körben, amikor a bomba robbant volna, két terrorista inkább megbújt Pitben, amivel túlélnék a bomba robbanását, hiába közel vannak hozzá, ám ekkor jött Dosia, egy Gambit játékos, és dobott egy gránátot arra a pozícióra, ahol a két terrorista állt, ugyanis az egyébként egy elég gyakori hely, ahol szoktak állni, hogyha nincs kedvünk éppenséggel elszaladni a bombától, de elég életünk van, hogy túléljük ott is a robbanást. Tehát Dosia fogott egy gránátot és eldobta arra a pozícióra, ami le tudta sebezni a két terroristát épp annyira, hogy mégis belehaljanak a bomba robbanásába. Gambit has sent even more firepower there. Bring more HP. This is so smart. Oh, this is huge. Doge's throwing a nade into the corner just as the bomb's gonna go off. They're both gonna go down. Az utolsó érdekesség, mivel hogy már nem találtam többet, az lenne, hogy nyugodtan feliratkozhatok a csatornámra, hogyha tetszett, amiket bemutattam, ugyanis rengeteget tudtok segíteni minden egyes feliratkozással. Köszönöm szépen a figyelmet, és sziasztok!